1552. szeptemberében és októberében zajlott egy legendás várostrom Magyarországon. Szintén mindenki tud róla, ha más honnan, nem az egri csillagokból, Egervár sikeres védelme. Dobó István és vitéz kapitányai. Örökre beírták a nevüket a történelembe. Tinódi Sebestyén, aki ennek az útját igazán megépítette, ennek a kultusznak, tőle vesznek át a későbbi történetírók, nem csak Gárdonyi, hanem például Istvánfi Miklós is, számos olyan részletet, amit akkor frissiben lehetett tudni. Egy énekmondónak ilyenkor fontos szerepe volt, nyilván nem is csak közvetlenül, hanem közvetett módon is tájékozódott az újságírók, a profi újságírók módjára. Úgyhogy illő, hogy szeptemberben egy Tinódi éneket is megszólaltassunk. Méghozzá akkor az egri históriából egy pici ízelítőt, ez többnyire az énekkönyvekben is szerepelt, vagy legalábbis előfordult, úgyhogy a dallamot sokfelé ismerték, és mivel más énekekhez is tartozott a reformáció korában, tehát ugyanezt a dallamot sokféle módon felhasználták, több-kevesebb változtatással, ezért a népi gyakorlatból is gyűjthető. Szabó István, lantművész, énekmondó barátunk, komoly kutatási területe a Tinódi dallamok kapcsolata a korabeli reneszánsz lantzenével. Olyan hangszeres frázisok nyomait véli felfedezni jogosan a Tinódi dallamokban, amelyre eddig nem figyeltek fel. Hajlamosak vagyunk őt olyan népi figurának, vándor énekmondónak nézni, holott a zenei műveltsége úgy látszik, hogy sokkal erősebben az olasz vagy a lengyel lant táncokkal tart kapcsolatot. És ez a dallam is ilyen, maga a nyitó formula, ez is egy reneszánsz hangszeres formulát idéz. Ennek ellenére most kobozzal fogom játszani, de majdnem bizonyos, hogy Tinódinak végül is nem ilyen hangszere volt, vagy jó eséllyel, ami mellett dolgozott, az inkább lant, és a lant dallam logika szűrődik át a zenéjére. És az a fajta diézis használat, tehát a modális hangsoroknak az a finom elhajlásai a zárlatokban, amivel sokkal színesebbek ezek a dallamok. Tehát sok énekkönyvi direkt moll lejegyzéshez képest én is valójában modálisan fogom most énekelni ezt a dallamot, azt hiszem, hogy ez közelebb áll az eredeti dallamhoz. És nem lőjük le a poént, mindenki válasszon magának a történetből ismerős históriákat, akár Bornemissza Gergelynek a tüzeskerék históriáját, vagy bármi mást, ugye ez rengeteg epizódja van az ostromnak. Én itt most csak az elejét fogom, Egervár bemutatását énekelni. Ez nekem is egy külön szép emlék, 1000 éve egy tévés forgatáson is pont ezeket játszottam, mert ott sem akartak nagyon belemenni a történetbe. Ez az a ritka helyzet, ilyen is adódik, kedves énekmondók, hogy nem a történet, de maga az ópusz fontos, hogy megszólaljon. Ilyenkor szoktuk vagy a vers elején végén szereplő erkölcsi tanúságokat, tulajdonképpen a költői üzeneteket énekelni a történet helyett. Vagy pedig a történetből egy jól megragadható és érthető epizódot, egy bajviadalt, egy ostrom részletet. De itt most mindez nem lesz, csak lássuk, hogy milyennek látja Tinódi Egervárát. Mi magyarok már Istent imádjátok, és ő néki nagy hálákat adjatok, jelösben tiszán innét kik lakoztok, egri vitézeknek sok jót mondjatok. Én egy krónikát mondok, meghalljátok, talán mását soha nem hallottátok, magyarok végházban sem szolgáltatok, Egervárát, mint most oltalmazátok. Sík menből vidéz
ezeknek, kiktől megtartaték vára, Egörnek rabság túl maradta ez földi népnek, bora kenyere hegyeknek, hölgyeknek. Csuda szép helyen Egör vára vagyon, az völgyre fekszik egy hegyoromzaton, északra ellenbe király széki vagyon, napkeletre egy nagy magas hegy vagyon. Arról vénézhetnek fárban szabadon, napkeletről alá meneti vagyon, dél felé nem mész, szép mezőcske vagyon. Délről fekszik város, egy völgyben vagyon. Sőt, városnak vala tapasztott palánkja, annak vala négy kimenő kapuja, Egörvíznak által benne folyása, napnyugodtról a szkártalan kastroma. Várnak vagyon, térről város felől nagy bástya vagyon, Farkucs Tamás ragadta kapu vagyon, közel napnyugatra egy torony vagyon. Ahhoz közel egy erős kőbástyája, kit jó Dobó István ragadott vala, azon belül egy szép erős palánkja, az kapu túl nagy bástyáig az vala. Betegös voltába, kincses kassába, egy füstös szobába, Dinórinak híják mind az országban, 1500 és az 53-ban. Dinórinak híják mind az országban, 1500 és az 53-ban.